sokkal lazább, mint egy átlagos tanár mondjuk az iskolában nyilván, hiszen ő megteremti ezt a barátságos közeget, ő mindig mosolyjal vár minket, és mindig szeretve vagyunk, érezzük azt, hogy szeretetet nyújt, és így sokkal könnyebben megy a tanulás is, és neki sokkal könnyebb átadni a tudását, önmagát nekünk. Főállásban most kántor, de emellett egyetemista is ráadásul, utána meg restaurátor lesz belőle, butrokat fest, néptáncol, van egy egész néptánc csoportja, amit ő igazgat, ő rendez. Nagyon sok érdemdíja van, fokozatokat nyert, minősítéseket nyert, leginkább aranyfokozatokat, meg ugye a legmagasabbakat, aranypáva, nagy aranypáva díj. Megnézem, hogy a gyerek milyen idős. Mennyire gazdag neki a hang terjedelme, milyen mélységeket, milyen magaslatokat tud kiénekelni, meg hogy mit szeretne énekelni. A puszta jelenléte már egy annyira pozitív erőteret képez maga körül, hogy gyakorlatilag olyan, mint egy mágnes. Gyerekeket vonzza, gyerekek örömmel jönnek hozzá tanulni. Mindig azt mondom, hogy a Jóistennek nagyon nagy a terve egy emberrel, de nem egyszerre adja oda ezeket a dolgokat neki, hanem szépen felépíti az életét. Egy mentornak az a feladata, hogy a legjobb tudást kihozza a diákjaiból. És ne tanárként tegye, hanem a barátjaként, aki a legjobbat akarja a barátjának.